a szabadföldön fagytűrő zöldségek, a fóliában különböző saláták, az erre kialakított épületben biogombák teremnek két Fülöp Jakabi tanyán. A Tóalmási családi manufaktúra a környék legnagyobb munkáltatója, és jó példa arra, hogy vidéken is lehet munkahelyeket teremteni. Csökkent a sertéstőke húsáfája, így aztán megnőtt a forgalom a Tóalmási húsboltban is. Itt negyed század alatt a hagyomány és a minőség találkozása összehozott egy törzsvásárlói közönséget. Mi 90-ben nyitottunk a bosnyáktéri vásárcsarnokban egy húsboltot, ami megvan a mai napig is, üzemel, és ebben a húsboltban mi 90-ben elkezdtük, de akkor még az volt a divat, hogy kicsontozták a félsertést. Az előírás az volt, hogy félsertés bontásból apró hús nem keletkezhet. És hát ugye ennek az előmi az volt, hogy itt is lógott egy darab kis fecni, zsírcsomó, kis csontdarab, ez az amaz a húsról ott is, és ezt a hentesek ügyesen aláhajtogatták. Akkor még viszonylag olcsó volt a hús, tehát nem számított az, hogy a házi asszony a másfél kilós combból húzdekált a kukába dobott, mert mócsin vagy zsír volt. Mi elkezdtük akkor azt csinálni, hogy leszedtük, szépen megtisztítottuk, megsnátoltuk, hentes nyelven mondva ezeket a húsokat, hogy szépek legyenek, jól nézzenek ki, semmi nem odavaló ne legyen rajta. És nagyon elindult a bolt, és nagyon sok húst eladtunk ott, viszont eredmény lett, hogy lett belőle apró hús. És hát árultuk darált húsnak, annyi nem fogyott el, és ezzel valamit kellett kezdeni, ezzel az apró hússal. És akkor jött az ötlet, bementünk az állategészségügyhöz, hogy van ez a boltunk, és mi szeretnénk egy hivatalos feldolgozói hátteret hozzá, ahol a keletkezett apró húst hivatalosan mi kolbásznak betöltjük. És akkor ez jött az ötlet 92-3-ban, 93-ban megvásároltuk itt Tóalmáson a telket, 94-ben megnyitott a húsüzem. Tehát mi alapvetően nem üzemet akartunk csinálni, hogy onnan értékesítsünk, hanem csak a saját boltunknak akartunk egy feldolgozói hátteret megoldani, aztán ez már kinőtte magát egy olyan üzembé, ami ilyen 20-25 tonna között termelhet ente. No de nézzük meg, hogy mi készül épp a húsüzemben. A sertés eleje érkezik, a lapocka részéből kolbászt készítünk, a tarjából készítjük a füstölt tarját, a csülökhús részéből pedig a füstölt csülökhúst, a úgynevezett denevért készítjük. Mindehhez értesz? Igen. Már általános iskolás koromban is itt dolgoztam, minden nyáron segítettem, jöttem be dolgozni, és azóta ebben élek, ezt csinálom. És mit tanultál? Gimnáziumban jártam. Gimnázium után egy évet töltöttem Ausztriában, egy vágóhídon, ott tanultam meg a szakmának a csínyát, bínyát, és azóta, miután hazértem, azóta itt dolgozom, édesapám mellett. Ez adta magát ugye, hogy van egy családi vállalkozás, amit folytatni kell, de ez nekem nem volt terén, ezt mindig is szerettem, mindig is tetszett a húsipar, ez a szakma, szerettem hússal dolgozni, szóval ezt folytatom, ezt fogom csinálni. Hogyan készül a Tóalmási kolbász? A Tóalmási kolbász sertés lapockából készül, teljesen egyszerű, semmi adalékanyagot nem használunk, alapfűszereket adunk hozzá, friss fokhagymát, fűszerpaprikát, sót, borsot, illetve szemes és őrölt köményt. Igazi fokhagymát? Így van. Igazi friss. Semmi friss szárítmány? Nem szárított, nem fokhagyma, pedig friss fokhagymával dolgozunk. És akkor utána megy a füstölőbe? Utána megy a füstölőbe, megfüstölődik, a klímakamrába érkezik utána meg az értékesítés következik. Körül kellett ezen gondolkodnunk, hogy mit tegyünk annak érdekében, hogy a lakosságot is tudjuk ugyanúgy kiszolgálni, viszont törvényt sem sértsünk.
tehát tartsuk be a törvényes utat, és akkor jött az ötlet, hogy akkor csináljunk egy ilyen saját márkaboltot, mintaboltot, hogyha úgy tetszik, ahol a saját termékeink megvásárolhatóak, jó áron, olcsó áron, mindig frissen, és a lakosságot ki tudjuk szolgálni. De úgy látom, hogy nem csak hústermékek vannak, hanem kenyeret is hoznak be. Igen, ez kapcsolatkérdése? Hát igen, hát ez a vevőknek az igénye. Tehát elindultunk a saját termékeink, és akkor jöttek a különböző igények, hogy kellene kenyér is, kellene tejföl is, kellene egy kis üdítő is, aztán, hogy jó lenne leülni, megenni, sütve is egy szál kolbász, és akkor ez úgy évek alatt kialakult ez a struktúrája a boltnak, hogy egyrészt a saját termékénk, a hozzá kapcsolódó napi hústermékek, tehát a sertés, marha, baromfi felvágottak, illetve van egy ilyen kis pecsenyés vendéglátó része az üzletnek, ahol az általunk készített kolbászfélék, illetve hurkák, különböző sülteket lehet helyben fogyasztani. A sült kolbászon kívül mindig van napi menü, ami itt a konyhában készül. A csemege részen a pecsenyés, a sültek és a süteményeket árulom. Van, aki itt fogyasztja el, van, aki pedig becsomagoltatja, hazaviszi. Hány éve dolgozik itt? 3 éve dolgozom itt. A szomszédos településről járok ide Zsámbokról. Azelőtt 12 évig egy irodaházban dolgoztam. Hirtelen ott felmondtak, és hát nem találtam itt a környékbe állást. Ide sikerült felvételt nyernem, és nagyon örülök, hogy itt dolgozhatok. Nagyon szeretek itt dolgozni, szeretek az emberekkel bánni, és azt gondolom, engem is szeretnek. Nagyon sokat számít, hogy biztos munkahelyen dolgozunk. Honnan szerzik be az alapanyagot? Ide az üzletbe magyarországi vágóhídról, vágóhidakról, feldolgozókból, a húsüzembe oda Magyarországról és Európából, tehát oda már európai alapanyag is érkezik. Az alól, hogy csökkent a sertéshús áfája, sokkal több a vevő? Reményeink szerint valamivel többet fognak tudni költeni majd az emberek húsféleségekre. Aztán majd egy év múlva meglátjuk, majd beszámolunk róla, hogy valóságban ez hogyan történt. Az üzem és a bolt hány embernek ad munkát? 65 körül, 60-65 fő között. És hogy még ismertebbé tegyék a tóalmási kolbászt, azért Kurunci János lánya Niki felel. Én foglalkozom a marketing tevékenységekkel, hogy mondtam az üzemben is, és itt a húsboltban is, mindenféle szórólapokkal, reklámanyagokkal. Mindezt hol tanultad? Gyöngyösön, és hát természetesen itt, miután idejött. Károly Róbert főiskolán. Igen, a Károly Róbert főiskolán Gyöngyösön. Ez úgy adta magát, hogy haza kell jönni, vagy... Hát igen, ez egyértelmű volt. Eleve ilyen indítatásból kerültem oda, mentem oda tanulni, hogy én ezt a marketing szakmát megtanuljam, amennyire lehet egy főiskolán, és ezután pedig itt hasznosítsam magamat. Amit elkezdett, az most már dinasztikus, mert a gyerekei is ezt csinálják. Volt kedvük? Igen. Hát annak idején úgy nem tudták, hogy mi ez, aztán úgy belenőttek, szokták mondani. Nagyobbak voltak, 6., 7., 8., és akkor jött a nyári szünet, egy kicsit gyere, segítsél az udvaron söprögetni, ezt-azt csinálni. Természetesen bérért, fizetésért, ugye. És akkor úgy megszokták, megszerették ezt a gyerekek. Dinasztikus, nekünk volt a családban egyébként Hentes édesapámnak a bátyja, Albert bácsi volt Hentes annak idén a Marhavágóhídon, aki nálunk a családban minden évben decemberben János napkor disznót vágott, és hát szerintem
7-8 éves lehettem, vagy talán lehet, hogy még kisebb, amikor nekem ott kellett lenni a disznóvágásnál, és fogni kellett a disznónak a farkát, addig nem volt szúrás, amíg én nem érkeztem meg oda, és ez reggel 5 órakor volt. Tehát volt kötődésem egyébként is a húsiparhoz, a hús kereskedelemhez. A 3457 fős tóalmásnak jót tesz a családi manufaktúra. Nem csak azért, mert helyben kapható a minőségi termék, hanem azért is, mert jelentős helyi adóbevételt kap az önkormányzat. Erre nagyon büszkék vagyunk, hogy tóalmáson a tóalmási húsüzem készíti ezeket a termékeket, és főleg a tóalmási kolbászra, ami nagyon-nagyon híres, és kimondhatom, hogy a legnagyobb adózónk a Húscsarnok Kft. Legtöbb adóbevételünk tőle folyik be. Másrészt van egy községi tóalmási mesevárohodánk, ahol a hentes áru szintén ebből a boltból kerül beszerzésre, tehát friss és egészséges termékeket ehetnek a gyermekek. Nincs ideje megromolni, hiszen aznap szerzik be, amikor éppen megfőzik az áru. A helyi adót, ami innen származik, mire fordítja az önkormányzat? Minden évben arra törekszünk, hogy a helyi adóból befolyó bevétel az a település fejlesztésére fordítsuk, hiszen ebből kellene, hogy épüljenek utak, gyalogjárdák, vízelvezető árkok, intézmények felújításai, strandfürdő fejlesztés. Az az igazság, hogy több ilyen vállalkozás kellene tóalmásra, és akkor valószínű, hogy a fejlődés is gyorsabb lenne. A szabadföldön fagytűrő zöldségek, a fóliában különböző saláták, az erre kialakított épületben biogombák teremnek. Fülöp Jakabra két biotanyára látogatunk el, ahol igaz modern körülmények között, de az elődök tapasztalataira építve gazdálkodnak. Míg máshol már minden betakarítottak és beszántottak, ebben az ökogazdaságban hagynak mindent a természet rendje szerint. Így folyamatosan friss zöldséghez lehet jutni, amíg az idő engedi. A bimbós kell, illetve a leveles kell is jelen pillanatban minden piacra szüretelésre kerül. Ezek azért ezt a mínusz 10, maximum 20 fok körüli hőmérsékletet elviselik, és amikor kiengednek, akkor megfelelő táplálékot nyújtanak az embernek. Itt a talajművelésben is az ökológiai szemlélet uralkodik. Mi nagyon keveset műveljük a talajt, ennek több oka is van. Legfőképpen nem szabad, és egyre több helyen a világon ezt a nézetet vallják, hogy az alsó réteget fölülre fordítani és megfordítani, hiszen ott élő lények laknak. Ez olyan lenne, mint amikor a gazdának egyik évben fejen állna a háza, a következő évben meg lábon, ezt nehéz neki tolerálni, ugyanúgy a talaj élőlényeinek is, hiszen nem abba a környezetben vannak, ahova ők megszülettek, és így el fognak pusztulni, és teljesen újra kell építeni minden évben a teljes rendszert. Tehát nem szokott szántani, legfeljebb csak kapál? Ahhoz, hogy jelen pillanatban az ember megéljen, kis területen természetesen elég egy 5-10 cm-es kapálás, mi itt egy géppel szoktunk kapálni, de szívem szerint ezt a tevékenységet is, ha lehetne, akkor egyre jobban a klímaváltozás jegyében a traktort is nélkülöznénk és visszamennénk a lóhoz. A fóliasátrak sem állnak üresen, itt is friss zöldségek telelnek. Igaz, fóliatakaró védi őket. Fátyolfóliához, illetve a nagyon vékony légrést biztosító fóliához, azok minden különösebb nélkül éppen maradnak. Ez pedig a madársaláta. Ős hazája Kis-Ázsia, de nálunk is megterem évszázadok óta. A középkori füves könyvek vadon élő fajtáját gyógynövényként emlegetik.
Termeszteni mégiscsak a 20. század közepén kezdték. Ezeket távol keleten, de itthon is zöld turmixokba, nyers salátákba, illetve főtétel mellé, rizs mellé egy kis fokhagymán megpárolva lehet elfogyasztani. Itt pedig a kínai kelt látjuk, hogy itt is csak az károsodik, amelyik közvetlenül a levél hozzáér a ráfagyott fátyolfóliához. Egy kicsit a klorofilból veszített, de élvezeti értéke ugyanúgy megvan. A fóliák egy részét fűtik. A biomassa kazán adja a meleget. Napkollektor van, ami megfelelő napsugárzás esetén melegíti a vizet, de mondhatnám azt, hogy a tanyában nálunk háromféle fűtési módszer van, mert van gázfűtés, van cserépkályha, és a kinti kazánból pedig a falfűtés is működik. Tehát a komfortosságot azzal, hogy tanyán lakunk, nem adtuk föl. Nemes Mátyást a vevők szavazatai alapján 2015-ben a legjobb biogazdának választották. A vevő az minden héten szavaz, mert ha az előző héten nem jót kapott, akkor nem fog vásárolni. Ha jót kapott, akkor visszajön. Ez már a szomszéd tanya, és itt ügyet sem vetnek a téli hidegre. Kincsütik a kenyeret a kemencében. Ez olyan receptúra szerint készül, hogy édesanyámtól tanultam, édesanyám lánykorában készítette ezt a kenyeret. Ez simán liszt, kovász, víz, só, csipetnyi cukor, élesztő. Élesztő csak kell? Egy pici élesztőt szoktunk még beletenni, még a kovászban nem vagyunk annyira profik, egy nagyon pici élesztőt mindig rakunk bele. Mennyi ideig kell keleszteni? Hát tegnap bekovászoltunk, és ezt ma dagasztottuk be, tehát 10 órát keresztünk. Régi fateknőbe, tehát nem is műanyagba, fateknőbe szoktunk dagasztani. Mennyi idő, amíg kisül? A kisülés az már egy gyors folyamat, nyári időszakban egy óra alatt kisül, és sokkal melegebb van, most azért másfél óra kell neki, hogy kisüljön. A kenyérsütést biztosan ön is otthon lest el. Igen, én nagyon sokat dagasztottam lánykoromba is, és asszonykoromba is. Született tanyán élő? Tanyán élő, igen, igen. Mindig is parasztlány voltam, meg az is. Ezen a tanyán született? Hát nem ezen a tanyán, de itt egy 500 méterre laktunk mi, és a férjem lakott ezen a tanyán. Soha nem vágyott városba? Soha, soha, soha. Hát én nekem egy kicsi... gondolkodtunk egyszer, hogy bemegyünk, szétnéztünk, hogy tudunk-e venni lakást, de lemondtunk róla. Fiaink, család is nőtt, és a Sanyi fiunk azt mondta, hogy semmi esetre nem menjünk be a városba. Most meg már így jó. Most már így jó, ahogy van, igen, igen. Minden héten sütnek kenyeret? Hát igen. Gyöngyösiék persze nem kenyérsütésből élnek, hanem gombatermesztésből. És itt nem csak a jól ismert laskagombát termesztik, hanem különlegességek is előfordulnak. És erre mindig vannak vevők. Szedünk egy kis füstgombát. Amit én nem tudok megtermelni, mert egyébként én is ilyen biomódon termelek, azt azért itt a helyi biogazdáktól szerzem be rendszeresen. Mi lesz most ebből? A feleségem ilyen mártást szokott belőle készíteni, azt nagyon szeretem, nagyon finom, de ha marad belőle, akkor majd reggelre egy kis tojással, én még azt elkészítem, azt én csinálom, de szoktunk, tehát nagyon változatosan készítjük el a laskát, úgyhogy hogy ebből most az első részéből mártás lesz.
Közben kisült a kenyér, és mindenki megelégedésére jól sikerült. És ha már kemencében sült kenyér, akkor jól jön hozzá egy kis gombapástétom. Ez háromféle gombából fog elkészülni. Az egyik a shiitake. Ezt majd mindjárt édesanyám segítségével összedaraboljuk. A másik a süngombánk lesz. Ezt most apró cikkekre összevágjuk, utána úgyis leturmixoljuk az egészet, mivel pástétom lesz. És a harmadik pedig a laskagomba. Úgy van, a harmadik gombánk a laskagomba, a közismert laskagomba. Ezt mindenki ismeri, egy nagyon finom gomba, nagyon ízletes gomba, könnyen elkészíthető, és sok, nagyon sokféleképpen elkészíthető, mi azért szeretjük nagyon. És kellemes. A shiitake gomba honnan származik? A shiitake gomba az Japánban őshonos gomba, de ez most innen származik a mi termesztőházunkból. És mint látják, elég óriásira nő. Ez nagyon ritkaság, hogy shiitake gomba ekkorára nőjön. Nálunk ilyen világbajnok, vagy világszintű óriás gombák, shiitake gombák vannak. Aztán egy kevés olajon meg kell párolni a frissen darabolt gombát. A gombákban az a jó, hogy ilyenkor engednek egy nagyon pici levet saját maguktól, és amikor ezt a lé eltűnt alóla, és elkezd kicsit pirulni, akkor szoktam fűszerezni. A gombáknál arra kell vigyázni, hogy a végén sózzuk őket. Az elején sózzuk, akkor megkeserednek, meg összehúzódik a pórusuk, és akkor nem olyan jók, rágósak maradnak. Mi erre jöttünk rá, hogy a végén fűszerezzük, sózzuk a gombát. De a fokhagyma most benne van. A fokhagyma sincs benne, most pirítom. A legvégén tesszük bele azt is szinte, amikor már majdnem jó, illetve az összes fűszert akkor szoktam beletenni. És milyen fűszerek kerülnek bele? Fűszerként a fokhagyma az az alapfűszer, bazsalikon fog belekerülni, illetve fehér bors és csipetyes. És hogy lesz valakiből gombatermesztő? 1991-ben összetalálkoztunk egy nagy kereskedővel, aki azt mondta nekünk, hogy állítsunk át egy fóliasátrat gombatermesztésre, és próbáljunk gombát termeszteni. És így indult. Első fóliasátort átalakítottuk gombatermesztő fóliasátorra, és laskagombát kezdtünk termeszteni. És így haladtunk felfelé folyamatosan. A végén felszámoltuk az összes zöldségtermesztő fóliasátrunkat, és csak gombát termesztettünk. Tehát ez a kaland nagyon régre nyúlik vissza. 2008-ban kezdtem el gyógygombákkal foglalkozni, ugyanis én főállásban távközlés technikus voltam, édesapám itton dédelgette a gombákat, én dolgoztam munkahelyen, amikor hajzöttem, segítettem neki. 2008-ban munkahelyemen létszámleépítés történt, és leépítettek engemet is. Ekkor indult a gyógygombás történet, és elkezdtem újabb és újabb gombákat kutatni, illetve Nemes Mátyás szomszédom, aki biogazda, ekkor beszélt rá, hogy próbáljam meg a gombákat bioként termeszteni, mert hogy van létjogosultság, és valóban igaza volt. Most itt tartunk egy, én azt gondolom, Európában híres gazdaságot vezethetek, amelyben az a legjobb, hogy az enyém is a családomé, és azt csinálom, amit szeretek.